Minden eddigini nagyobb létszámba gyülekeztek a résztvevők. Ámori Tamás, a Manager Open alapító versenyigazgatója köszöntötte a 6. győri teniszverseny indulóit a Gyac Kálóci téri teniszcentrumában. A 10 állomásból álló megméretetést már 13. éve szervezik. A menedzserek egyik legizgalmasabb és legtesthez álló sportja a tenisz, hiszen pillanatok alatt, aki játszott, azt tudja kell egy jó döntést hozni és a döntést végrehajtani. Ez az egyik dolga, hogy menedzser tenisz rendezünk, a másik az, hogy van egy társági tenisz vonzata, hiszen az előírások szerint a páros egyik tagjának kell lenni menedzsernek. Borka Júl, aki természetesen, hogy menedzser, ismerjük az ő beosztását, és nagy tisztelettel köszöntöttük őt a versenyen, ő bárkivel játszhat. Jó teniszezőktől megtanultam, hogy van egy-két olyan terület, ahol nagyon fontos a párválasztás, így szerintem ebben is. Úgyhogy én örülök valóban, hogy ennyien eljöttetek. Borkai Zsolt, Győr polgármestere idén is Bozsoki Szilveszterrel párban indult a versenyen, ezúttal azonban körbeverés miatt nem sikerült a csoportból tovább jutniuk. Sós Szabolcs azonban párjával győzelemmel zárt a korcsoportját. A Gyac tenisz szakosztályának vezetőjét még a verseny előtt kérdezte híradónk. Ez egy nagy megtiszteltetés, hogy már 6. éve rendezhetjük a Manager Open nyitó állomását Győrben, és egyre több résztvevővel, most már 28 páros nevezett, 3 versenyszámba, úgyhogy ennyien még soha nem neveztek, és az időjárás is hál' Isten kegyeibe fogadott minket, és ideális teniszidőben, nem túl melegben, de szélcsendben és felhős időben tudunk játszani. Az egésznapos versenyen a 100 éven aluliak versenyszámában a László-Szécsi páros, 100 pluszban a Sós-Jagica duó, míg vegyes párosban Kanel Gyula és Kanel Ágnes kettőse diadalmaskodott.